Szeretettel köszöntök mindenkit ünnepi megemlékezésünkön. Március 15-ét ünnepeljük, az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóját. 175 éve annak, hogy a márciusi ifjak kokárdával a szívük fölött a világba kiáltották. Rabok tovább nem leszünk. Jókai Mor így írt a vér nélküli forradalomról. Tartsátok tiszteletben a napot, melyen a népszava először megszólalt. Március 15-e az, írjátok föl szíveitekbe, és el ne felejtsétek. Műsorunk kezdetén énekeljük el közösen a himnuszt. Következőkben felkérem Harsányi István önkormányzati képviselő urat ünnepi beszédének elmondására. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közönség! Nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt ezen a neveletes napon. Március 15-ét ünnepeljük, az 1848-as forradalom egy szabadságharc évfordulóját. Ma éppen 175 éve annak, hogy a márciusi ifjak kokárdával a szívük fölött a világba kiáltották, rabok tovább nem leszünk. Tisztelt ünneplők! 1848. március 15-e reggelén 8 óra körül Petőfi társaival a Pilvosz kávéházba ment, ahol kiáltványt fogalmaztak meg a nemzeti és az egyetemes emberi szabadság a polgári átalakulás jelszavaival. Ez volt a 12 pont, amelyet később Landrell nyomdájában a nemzeti dallal együtt kinyomtattak. Délután 3 órakor a Nemzeti Múzeumnál tartottak nagy gyűlést. Majd a 10000-esre duzzadt tömeg átvonult Budára, ahol a megrettent helytartó tanács életbe léptette a 12 pontban foglalt követeléseket, és szabadon bocsájtotta Táncsics Mihályt, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a betiltott Bánkbán előadásával ünnepelték a forradalom győzelmét. 5. Ferdinánd és a bécsi udvar a pesti eseményeket követően nem merte visszautasítani a beadott iratot, kinevezte gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek. Megszületett a modern parlamentáris Magyarország,
és megkezdődött a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. A forradalmat követően a szabadságharc ránk zúduló túlerejével szemben az ország vezetése egészen Debrecenig szorult vissza, ahonnan 1849 tavaszán új erőre kapva a dicsőséges tavaszi hadjárat elindult. Ebben a küzdelemben Magyarország megmutatta, milyen hatalmas teljesítményre képes. Le tudta győzni a Habsburg monarchia csapatait, 1849. júniusában szinte az egész ország területéről kiverte őket. A császár végül az orosz cár segítségével katonai győzelmet tudott aratni, de a békét és a birodalmon belüli nyugalmat egészen az 1867-es kiegyezésig nem volt képes visszaszerezni. A szabadságharc bukása után valamennyi társadalmi réteg titokban ápolta március 15. emlékét. A megtorlás évei alatt nem csak a forradalom vívmányainak említése volt tiltott, hanem a Kossuth szakál, a piros-fehér-zöld szín és a Rákóczi nóta is. Tisztelt ünneplő közönség, kedves hajdúszoboszlói barátaim! A szabadságharcban szoboszlói honvédek is részt vettek. Az 1848-as márciusi forradalom idején a császári és királyi huszárezred második századában Lenkei János kapitány parancsnoksága alatt őrmesteri rangban szolgált Galíciában a szoboszlói születésű Harsányi Bálint. Itt értesültek a készülő 1848-as forradalomról. Kezdeményezésére nagyobb rész hajdúsági huszárokból álló század, 131 fő, teljes felszereléssel szökött Magyarországra, a haza és a forradalom védelmére. Óriási ünneplés közepette érkeztek meg Máramaros-szigetre, majd a hadügyminiszter délvidékre irányította őket a szerbek elleni harcokba. Harsányi Bálint elszánt vitézségéért hadnagyi, majd főhadnagyi előléptetésben részesült. Sie Gábor hajdúkerületi kormánybiztos bocskai csapatot szervezett, mely részt vett a dicsőséges tavaszi hadjáratban. Harsányi Bálint a Rákosmezei ütközetben 1849. április 11-én halálos sebet kapott, katonái is a Szegen temették el. Tetteit irodalmi művek örökítették meg. Emlékét városunkban tisztelettel őrizzük, emléktábla és emlékmű emlékeztet hőstetteire. Síremlékét Hajdúszoboszlóról többet felkeressük. Magyarként, hajdúszoboszlói polgárként legyünk büszkék ezekre a jeles személyiségekre. Legyünk büszkék a reformkor, a forradalom és szabadságharc híres és ismeretlen nagyjaira, legyen szó országos politikusról, vagy hazájáért vérét hulladó honvédről. Tisztelt ünneplő közönség! Magyarország mindig a keleti és nyugati birodalmak ütköző pontja volt, és hosszú ideig birodalmak elnyomásában élt. A magyarság sok-sok megpróbáltatáson ment keresztül az elmúlt évszázadokban, és mindig volt erőnk talpra állni, felemelkedni. Ma béke van, bár az elmúlt 25 évben soha olyan közel nem éreztük a háború fenyegetettségét, mint most, amikor Magyarország szomszédságában harcok dúlnak. Országunknak nem lehet más célja, mint hogy minél előbb béke legyen. Az orosz-ukrán háborún kívül további nehézséget jelent hazánk számára a háború miatti megszorítások, az energia és a gazdasági válság. Követeljük a világ nagyhatalmaitól, hogy ezt a konfliktus minél előbb tárgyaló asztalok mellett oldják meg. Az Európai Unióban vannak világnézeti értékrendi viták. Bármi is legyen világnézetünk, a kereszténység értékrendje Európa sorsát alapvetően meghatározza. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy országunk legfontosabb építőköve a család, melynek a kereszténységben megfogalmazott hagyományos értékét védenünk kell minden más törekvéssel szemben. Tisztelt ünneplő közönség! Elődeink tudták, hogy minden vélemény különbség ellenére vannak olyan alapvető célok, amelyek érdekében össze kell fogni.
A legnehezebb pillanatban a nemzet érdekében félretették egyéni sérelmeiket és összefogtak. Ma is követnünk kell ezt a példát, hiszen ha nem is fegyverrel, de gazdasági, politikai síkon most is érnek támadások bennünket. A hazáért közösen össze kell fognunk. Akkori őseink lerakták az alapjait egy olyan Magyarországnak, ahol megvalósult a törvény előtti egyenlőség, megvalósult a közteherviselés, a szólás és sajtószabadság. Példát mutattak abban, hogyan dolgozunk mindannyian a magunk helyén és a magunk lehetőségei szerint, nemzetünkért, lakóhelyünkért és családunkért. Azt kívánom az ünneplőknek, hogy érezzük át ennek a napnak a jelentőségét, legyünk hűek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseihez és üzenetéhez. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most pedig fogadják szeretettel a Bocskai István szakképzőiskola növendékeinek az ünnepre készült összeállítását. Műsoruk címe: Emlékezés 1848. március 15-re. A műsor betanította Szirákiné Túri Andrea. Közreműködik a Kökörcsinduló. Februárjában Párizsban 100 000 ember kelt fel a gyűlölt király Lajos Fülöp több ezer katonája ellen. Kitört a párizsi forradalom. Kicsivel később Bécsben is kigyullad a forradalom lángja, követi Berlin, a délvidék. Egész Európa forrong, de mit tesz közben a magyar nemzet? Oh,
Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet, rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt a zenét? Ti, akik még nem tudjátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Rengés ült a tenger, hánykulnak a hajók, süllyednek a pokorra, az árbóc is vitorla megtörve, tépelók. Tombolt ki te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobd át fellegekre bőszült ajtékodat. Jegyezz vele az égre, örök tanulság, ha bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. Uraim, uraim, nekünk is nagy a feladatunk, sorra törtek ki a forradalmak Európában. Úgy van, Párizsban a választójog reformjáért és Bécsben az abszolutizmus eltörléséért. Németországban és Olaszországban a nemzet szabadságáért, az egységes nemzeti állam megteremtéséért küzdenek. Támogassuk Kossuth Lajos javaslatait! Nem érünk rá várakozni. Szaforán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. Petőfi Sándor vagyok, az én részét ébren töltöttem. Feleségemmel azon tanácskoztunk, mit kell tenni. A forradalom legelső lépése, s egyszer, mint fő kötelessége, szabaddá tenni a sajtót. Ezt fogjuk tenni. A Pilvas kávéházból indultak. Petőfi, Vasvári, Irinyi, Jókai, és sok száz egyetemista lefoglalta Landerel nyomdáját, mert az volt a legközelebb hozzájuk. Kinyomtatták a 12 pontot. Thank you.
Vegyük sorra, mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget. Közös teherviselés képviseletet egyenlőség alapján. Úrbéli viszonyok megszüntetését. Esküdszéket. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék fel az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Délután 3-ra gyűlés hirdettünk a múzeum terére. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt össze. A legenda szerint itt mondta el Petőfi a nemzeti dalt. Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kározottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnani bitang ember, ki most ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint az a becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide veled, régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mint rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szenneveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Thank you.
estére már legalább 20 000 ember vonul zajongva a várba, hogy megnyissa Táncsisnak börtönajtaját. Az a maroknyi fiatal toborozta néhány óra alatt ezt a töménytelen népet. A nép diadalmenetben hozta Pestre a jobbágy felszabadítás vezérét, Táncsics Mihályt. Pesten vél nélkül győzött a forradalom. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe. Oly sokáig vártunk rád epedve, annyi éjjel által, mint kísértet, bolygott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi, mint bálvány, mely leroskad egy ideig állván. S te mégis szánküvetve voltál, mint a gyilkos Káin bújdokoltál. Szent nevedet bitóra szögezték, s érkezésedet a hóhérok lesték. Megszűnt végre hosszú bújdosásod, sírva esett, ki neked sírt ásott, övezettünk, s uralkodás véget, elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk, körülötted millióm s millióm fákja, meggyújt szíveink lobogó lángja. Ó, tekints ránk, fönséges szabadság! Vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szeme csugarától. De, szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget érted? Szenved koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit, megvédünk. Csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlót. S lesz sereged ezer és ezernyi, ki kész meghalni, vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig minnyájan, feljövünk a sírból éjféltájban. S győztes ellenségeidnek megint kell küzdeni kísértő lelkeinkkel. Szabadságunk, édes kedves újszülött, légy hosszú életű a földön, élj addig, még csak él egy magyar. Ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemfedő gyanánt. S ha rád jön előbb a halál, ránts magadra a sírodba az egész nemzetet, mert tovább jönnie nélkül egy gyalázat lesz, veled halnia, pedig dicsőség. Magyarország az én hazám, itt nevelt fel apám, anyám. Itt ringadtak a bölcsőbe, ezt épp honnak szentölébe. Azért oly szép ez a világ, mert a szívem Magyarország. Nincs is többi áldott hona, ez a földnek minden java.
sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az emberkebeles, nincs benne mécs. Nincs benne csillag. Csak egy kis hamvadó sugár sincs nyom. Nyomorul ész. Ki fénynek hirdeted magad, vezess! Ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérem én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek. Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok. És miért vagyok? Magáért születik az ember, mert már magában egy világ. Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek? Vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszívta vért saját javára? És nem volt büntetése. És hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből? És nem volt jutalma. De mindegy. Aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. És használ-e vagy sem? A kérdése ez, nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát? Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s melyekre a jók törekednek, az általános boldogságkora? És tulajdonképpen mi a boldogság? És minden ember ezt másban leli. Vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millió érdek, az mind egy-egy sugára csak egy új napnak, mely a látóhatáron túl van. De egykor feljövent. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, míg előbb-utóbb elérné. De úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít. Mint a hullám, amely dagad, aztán lesimul. Mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull. Mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballog. És ez így tart mindörökké. Föl és alá. Föl és alá. Írtóztató. Ki még meg nem szállott a gondolat, nem fázott az soha. Nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugára kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalóan végig csúszik, aztán nyakunkra tekeredik és torkunkra folytja a lélegzetet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepségünk hagyományainknak megfelelően koszorúzással folytatódik a 48-as emlékhelyeknél. Elsőként a Petőfi emléktáblánál, a Harsányi Bálint emlékműnél, végezetül a Kossuth emléktáblánál.